azt láttam, hogy abban a pillanatban, ahogy megjelent az Alföldben a Fancsikó és Pinta, Nixon elutazott Moszkvába. Nekem az valóságosan nagy év volt, a Nixontól függetlenül, mert hogy tényleg akkor jelentem meg először, illetve egy hónappal, vagy fél hónappal Párizsban is, és akkor ezt olyan jónak is találtam, hogy egyszerre megjelenni Párizsban és Debrecenben, mert hogy bennem mind a kettőnek, mint jelképnek köze van egymáshoz. Tehát mondjuk egy tiszta európaiságnak és egy mély magyar ügynek. Ismertem Bata Imrét, és a Bata Imre ajánlott ide be engem az Alföldhöz. És az azért volt azért jó, mert nagyon sok helyről akkor visszakaptam az írásaimat. Mert nem egészen illett bele abba, ami akkor általában volt. Az én foglalkozásom az olyan, hogy ülök a szobámba, és szavakat tologatok a papíron. Ha megjelenik egy könyv, akkor kiszabadul az ember a szobájából, és lát valóságos olvasókat. Ez kicsit meglepő, hogy ezek valóságosan léteznek, mert munka közben aztán el is feledkezik az ember erről, ami egyébként nem jó érzés. És akkor látni ezeket az olvasókat, akik még adott esetben vásárlók is, azt én nagyon szeretem. Olvasóként is szeretem a könyvvásárokat. Radikálisan megváltozott a viszony az olvasáshoz. Például az egy érdekes kísérlet volna, hogy a csoportból hányan olvasnak, pedig maguk ilyen irodalomközeli emberek. Tehát, hogy olvasnak-e mást is, mint amit kell. Vagy egyáltalán. Tehát, hogy az olvasásnak a státusza változott meg. Régebben bizonyos értelemben kötelező volt olvasni. Tehát, hogy az hozzátartozott az értelmiségi léthez. Most ez kicsit másképpen van. Tehát, hogy nagyon intelligens, értelmes fiatal emberek nem olvasnak, hanem valami más csinálnak helyette, mondjuk csak célolvasnak. De nincsen olyan, hogy valamit el kell olvasni, hogy nem hallhatok meg úgy, hogy Thomas Mann-t nem olvastam. Ezt nem mondja ma senki. Ezt nem ilyen morgó öreg úrként mondanám, hanem megállapítom, hogy ez változóban van. Hogyha még fontoskodni akarnék, akkor mondanám, hogy ez nyilván a kultúra szerkezetének a megváltozásának az egyik következménye. Úgyhogy erről sokat és érzékletesen tudok fecsegni, de ez valóban erős változás, erre mondtam, hogy jó kérdés. Ennek az a következménye, hogy mondjuk máskor se gondolunk a könyvre, mint ünnepnapkor. Tehát erre mondom én, hogy az ünnep csak akkor van, hogyha van hétköznap, és igazából a hétköznap az érdekes. A hétköznapokat kell megoldani, az ünnephez is kell tehetség, tehát az, hogy ünnepelni, azt annak is van kultúrája. Abban mi magyarok nem is vagyunk van nagyon jók. Tehát mondjuk így kívülről azt gondolnám, hogy például az olaszok nagyon jók, hogy mindenből tudnak ünnepet csinálni, könnyebben tudnak örülni. Nálunk az örömnek mindig van valamilyen drámaisága is. Azt én hibának gondolom, hogyha az ember nagyon próbálja kitalálni, hogy mit akar az olvasó, mert azt ilyen gazsulálásnak tudom, vagy gondolom. De ha aztán kiderül, hogy amit az ember csinál, azt az olvasó kedvel fogadja, azt úgy mondanám, hogy annál nincs jobb.